Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Én Mr. Steampunk vagyok, és folytatom a SnowRunner-t. Apróbb technikai gondok adódtak itt pár perce. Nem volt hang. Hát valamiért átdobta nekem ez a szerencsétlen a tévére a hangot. Ugye, megint ezek a nyomvat update-ek. Ha valami bejön, akkor mindig szétbarmol itt nekem valamit a gépen. Oké. Szóval a mai terv az, hogy pár küldetést kéne csinálni, és a fő küldetés szállat kéne folytatni. Oké, lássuk, hogy akkor abból mink is van. Oké, ez a Husky. Husky azt mondja, farming tool. Ezt aztán felvittem a városba. Ezt a cuccot, tehát ezt a városból fogom behozni, ez nem probléma. Oké, azt mondja, hogy Pipe Dream. Oké, le kell hozni ugye a nagy tartálykocsit a farmra, ugye? Nem. Elnézést. Azt mondja, hogy... De, igen. A tartálykocsit kell ugye a parkolótól lehozni, az nem probléma, azzal le tudok jönni gond nélkül, illetve be kell hozni téglát és metált ide, ergo ezért ki kell mennem szintúgy a városba. Kéne egy olyan küldetés, ami a farmról esetleg vinne neki valamit. Drilling spare part, azt ott kell lerakni. Ez most nem érdekes. Azt mondja, hogy consumable és fa. Oké, ez jöhet, mert ezt elvileg meg a farmról kell ugye elhozni. Oké, ez nem probléma. Ezt be kéne trekkelni, akkor kezdjük ezzel. Oké. Száll az égnek. Ez érdekes. Oké, mindegy. Azt mondja. Deliver to the Time storage. Hoppá, na de várjunk, ebben nekem azt hiszem benzin van. Mert hogy ezt én innen felhoztam. Oké, lesznek itt gondok, már most látom. Mindegy, valahogy össze kéne matekózni itt a dolgot. Se pót, se semmi, mindegy, akkor... Oké, felveszem a... Consumable-t. És majd akkor kezdem azzal. Kérdés az, hogy most melyik benzines tartályt kéri ide. Sejtem, hogy melyikről lehet szó, amit kér. Csak ugye ezt elhoztam onnan. Arról a kijelölt helyről. Ugye, mert hogy abban volt benzin. Abban reménykedve nem kell visszatölteni véletlenül.
hogy konzuméből nem rakodunk, nem rakodunk. Szépen így, F-fel. Nem, V. Ajjajajajajajajajaj, picit. Picit meg van döntve a cucc. Baj, hát csak nem fog felborulni vele. Na, C-vel meg kéne emelni, nem? Oké, akkor majd így az R-vel. Na, a franzom erre még. Ide. De kéne most ezt húzni. Jó. Meg lehet ezt így is oldani. Nem a legtisztább, de fent van a platón, az a lényeg. Na, felhúzza, felhúzza. Oké. Viszonyja, back cargo. Na most ezt miért nem adta vissza? Ja, nem rimú, hoppá. Ez kell én nekem. Hú. Oké. Picit nehéz lett a Verda. Jól van, itten el akarok én. Hú, hoppá, 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 hoppá. Van. Szeretnék tankolni, elsősorban itt van egy tartálykocsi. Oké, így diffivel. Kicsit lassabb lesz, de legalább annyi benzint nem eszik. Oké. Aha, ez lesz az a tartálykocsi. Na fasza, akkor ezt majd el fog kelleni tankolni. Úgy néz ki, hogy ezt egyből vihetem is majd. Akkor. Oké. Vincs. Öcsém, hogy hozzá vincsel, te magaszhoz. Hát, köszönöm szépen. Jó, meg lett. Szép. Ügyes. Ügyes, ügyes, ügyes. Oké. Okay.
Ez megvan, azt mondja, csinálunk még egy olyat, hogy refuel. Oké. Hát akarok megnézni, hogy nekem itt most a benzines tartályaim, azok hol vannak eltéve. Jó, ott van egy a városba. Ez nagyon jó, pont oda megyek. Mert ha nézem, először szerintem a tartályt fogja úgyis kérni. Megvan a konzuméből, a woodért meg lemegyek a fatelepre, az nem probléma. Oké, várjunk, olyat kéne csinálni, hogy na. Oké, automatára. Hogy menjen egy picit gyorsabban a gép. Oké, itt a diffi nem bírja annyira. Akkor megyünk csak simán összkerékkel. Össze kéne szedni legalább egy 8000-et. Sajnos az lesz, hogy a Pacific-et azt ki fog kellenem váltani. Kötve hiszem, hogy azért be fogok tudni menni és valahogy kiemelni. Elég labilis ott a talaj. Egy, kettő, nyolcas szinten nyílik meg erre konkrétan az off-road abroncs, és kérdéses, hogy egyáltalán az megelesz még nekem. A stream végére, vagy hogy sikerül egyáltalán azt összehozni. Oda néz, fel ne akadjon a kicsi elejére ez a szerencsétlenség. Úgy, gyönyörű, köszönöm szépen. Nem tudom, miből vannak ezek a nyomvat táblák. Mi ezek a terelők. Megint a felfüggesztést, azt úgy elintézte. Most egyelőre az a terv, hogy itt a fő küldetésből, amit tudok, azt meg is csinálok. Aztán majd kitalálom, hogy hogyan tovább. Óvatosan, a tégla az itt van. Elhoztam a kis scoutos kis pótkocsit, azon is kettő raklap tégla. Gyönyörű szépen. Oké, ez elvileg ez üres. Azt mondja, hogy... Nem, tele van. Mi az Isten? Aha. Hát ez így necces lesz. Azért a teli tankot nem adom ki magamtól. Aha. Hát akkor az lesz, hogy mondjuk leengedem, illetve detacsolom. Lássuk, hogy egyébként engedi-e a konzuméből bevinni.
Azt mondja, hogy... Oké, ez bent van, akkor megyek a fáért. Oké, akkor ez a küldetés, ez így nem lesz meg. Egyenlőre. Mert hát azért azt a teli tankot nem adom ki magamból. Majd 2000 liter benzin. Óvatosan, óvatosan. Nem tudom, mi lesz akkor, ha esetleg most átmegyek egy másik küldetésre. Hogy ezt úgy fogja venni, hogy esetleg újraindítottam a küldetést. Vagy hogy hogy fogja ezt most a játék így magának elfogni. Oké, picit előbbre. Jövő ide. Aktiváljuk. Oké. Oh, egy picit megdöntötte a hátulját. Jó, az benne van szépen. Na azért van a farám már súly, csak nem fog felborulni. Úgy kellene, hogy nem, fel. És igazából... ez még így nem jó. Hát, rajta marad. Oké. Restore. És mehetünk is ezzel vissza. Oké, hát igazából akkor le tudom hozni a nagy tartályt. A benzinkúttól, az a farmra megy. Kérdés az, hogy arra milyen csatlakoztató kell, mert van ugye ez a ló meg a háj. Valamelyiket ráteszem, az csak jó lesz. Mondjuk ez elég alacsony, szerintem akkor erre magasat kell rakni. Hát ha le tudom hozni szépen a farmra azt a tartályt is. Ez elvileg oda fog jönni majd. Oké,
Ó, teszem az összkereketbe. Elmegy itten. Persze egy ilyen tartályt már én beadtam. Gondolkozok, hogy nincs valahol egy harmadik. De van, csak hogy azt én már leadtam sajnos. Az itt nem játszik a matekkal. Vagyok. Ja, elnéztem a kanyart egy pillanatra. Ez megvan. Hoppá, nem. Először is állítsuk le a motorot. Oké, akkor be kéne ezt aktiválni. Ez most elvileg ide mutassa, hogy innen kéne hoznom valamit. Mert itt elvileg nincs semmi, én azt elhoztam. Mert hát ide sehova nem dobott ki semmit. Ez a Curtainside trailer az... igazából itt van fent. Jöhet egy gyors refuel. Az itt van. Oké, azt mondja, hogy ezt váltunk. Change track. Igazából csak kihozom így ide. Rá tudjak állni. Jó van, ez mehet ditáccsal. Ha, messze van, oké. Egy olyat csinálok, hogy... Oké, akkor megyünk a farmra vissza. Most egyenlőre nem viszek magammal semmit, kivéve csak ezt az egy pótot. A farmról be a garázsba. Leszedem a platót. Lassan. Mehet egy kis összkerék. Oké,
Hop. De megy ennek a hátulja. Ugye még az a nagy kérdés, hogy majd ezek a küldetések úgy összességében mennyi pontot fognak nekem adni. Hogy mennyi szintet fog tudni lépni. A 8-as kellene most nagyon nekem. Az offroad abroncs miatt. Mert igazából még azon gondolkodom, hogyha meg lenne az offroad erre a kis kamionra, ha levenném a platót róla, akkor talán át tudnák menni Izlandra azon a mocsáron. Talán. Nem volna rajta semmi súly, és úgy csak üresbe megpróbálnak átmenni. Na, itt azért kell neki. De igazából ezt még későbbre hagyom. Na, itt ki kéne hoznom balra. Nem egy visszanyomvon alba, légy szíves. Így szépen. Na, hova kell itt menni? Hát csak ide, az nincs olyan messze. Hát azért be kellett nyomni mindent, hogy menjen itt a jármű. Oké, ez be is adta egyből. 3200. Oké, na, gyors forduló. És még igazából még Drummondra is... Drummondra át tudok menni, ott egy hidat meg tudok csinálni. Illetve ott van egy kamionom, ami felborult. Azzal is kéne valamit kezdeni. Azt mondja, hogy akkor itten custom, mégpedig hát még mindig 6-os szinten vagyok sajnos. Oké, a hide-ot fogom én felrakni, szerintem az fog ide kelleni.
most így nagy hirtelen. Oké. Kaptam egy újat? Oda, na. Oké, ez már azért bevállalhatóbb. Farmra kell szint úgy téglát, metált, oda néz. És téglát hozni. Hát ezt tandemba lehozom. Egy az egybe. De egyenlőre ez még most maradjon. Oké, oké, nem probléma. Szonya. A Pipe Dream az ez lesz. Akkor nekem ez fog kelleni, ugye? A farmházra. Heavy Fuel. Igen, a nehéz fog nekem kelleni. Ez ugye ott van fent. Először is... Mi kell? Tégla és metál szintúgy. Úgyhogy ez ilyen dupla kerülő lesz. Még jó, hogy lehoztam azt a scoutos kis pótot. Óvatosan. Itt berakom lóba, mert nem akarok felborulni vele. Oké, most már mehet. Menjünk így csak Diffivel. Figyelnem kell, hogy időbe kikapcsoljam. Oké. Picit megakadt a játék, elnézést. Oké, némi összkereket rányomok. Itt egy picit megfogta magát a sárba. Megy, ez nem probléma. Automatára visszarakom. Szépen difilokkal fel lehet jönni. Bizony ez nagyon el is intézte egyből. Akkor semmi. Megyünk így automatán. Óvatosan. Na. Meg is jöttem. Ezt a nagy dögöt kéne valahogy levinni. Kérdés, hogy jót-e raktam rá egyáltalán, vagy hogy ezzel úgy egyéb iránt le tudom hozni. Iha, hát nem biztos. Oké, rárakta. Rárakta. Van ebben még valami benzin? Mint ott valami még világítan a zölden. Na nem, üres. Mind az 5000 liter. Oké. Okay.
ezzel elég lassan fog jönni, mert ez akkora dög. Pillanatra. Ki, hol van itt a farm? Most... itt jöjjek le ezen, vagy... vagy ilyen nagyon lassan, nagyon lassan. Lejövök. Ó, ja nem, ez a... hoppá! Ez a faktoriba kell, öcsém. Hűha! Nem a farmra. Ez ide kell fel. Jézus Isten, jó, hogy megnéztem a képet. Vagy mint a küldetést a sarokban. Ez a faktoriba kell. Istenem. Hűha, na ezzel visszatolatni. Jó lesz. Ne borulj itt én nekem most. Öcsém, na, hát oda még munkásabb lesz felvinni egy ekkora bótot, vagy mit tartályt. Mi van ott, farkas? Oda néz, farkas koma. El is tűnt. Oké, mehet a dikillok, meg az összkerék. Viszem az összkereket, maradhat a diki. De nem fogok ezzel gyorsan menni sajnos, mert alig látom, hogy hogyan áll a kamionom eleje. Így szépen lóba, lassan. Oké. Fel ne akadj, fel ne akadj. Nem pont éjszaka kellett volna megint egy ilyen dögöt bevállalnom. Oké, automatára. Itt hagy húzza meg. Ezzel körbe megye, nem fog itten a kis utakon menni. Itt az erdőn keresztül, meg minden. Ez szépen végigmegyek az aszfaltozott úton. Jajajaj, ez a kavics. Oké. Szépen óvatosan.
Lassan, 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 lassan. Én kihúzom itt ide a szélére. Pillanat, kéne utat jelölnöm, hogy egyáltalán merre járok. Hát még ez egy darabig el fog tartani. Ups. Oké, így, így. És innentől meg egyeneset, jól van. Ez így elég is lesz. Óvatosan, szépen lassan le kéne ezt engedni. Egy kis diffi. Nem nagyon kell az összkerék. Hoppá, 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 hoppá. Legesen eszi a benzinemet. Ha lesz ide egy utam, ott fel kéne akkor pakolni a nagy pótra. Van ott egy négyes pótom. Fel kéne oda rakni az anyagot. Ugye kettő tégla, egy metál. El tudom azzal hozni, és lesz még egyelő akkor a farmra. Kavicsok. Picit szűken, szűken vettem. Aha, meghúzta a tartály oldalát egy picit, itt a fal jobb oldalt. Jó, egy kis összkerék. Diffi. Oké, és igazából már rajta vagyok az úton. Innentől már sima ügy. Van ez a kis híd, akkor valahol itt utána kelleni majd lefordulni. Elvileg ez az út, ez végig visz. Probléma nélkül. És vagyok.
Hát most mi történt? Most miért nem adja be? Itt vagyok a faktoriba. Rossz helyre álltam volna. Isten, még rossz gombot nyomok a sebváltónál. De nem, ide mutatja. Na most akkor a... Aha, a téglát meg a metált kéne behozni először. Hát ez jó lesz így. Na mindegy, mert akkor ezt így fogom megoldani. Ezzel... Kijebb tolatok egy picit. Mindegy, ide kérte a cuccot. Ez a kamera szög. No. Jó, itt előleg akkor valószínűleg az anyagot kell először behozni. Hát akkor vissza a városba. Nem is a városba, hanem a garázsba kéne először. Hogy vagyunk? Mehetünk itt rövidíteni is. Itt el ne tévedjek. Nem. Nem így szépen le. Itt végig. Oké, és ez akkor majd jön a hídig vissza. Ugye 110 liter. Elég lesz a visszaútra. Furcsa, hogy először a tartálykocsit kéri, és utána írja csak a téglát, meg a metált. Mindegy, lényeg az, hogy fent van. Így is úgyis kétszer kellett volna ide jönnöm. Ezt jelzi nekem, viszont ez nem kell. Téves jelölés volt. Na, menj már! Hát... Szerencsétlen.
Oké, hát ez necces lesz. Csak beérek. Meg kell mennem a garázsba, fel kell raknom ugye a platót. Kilencven liter. De nem bírja a dipi. Akkor megyünk automatával. Tévedjek. Itt a farm, akkor itt majd balra fog kelleni elmenni. Nagyon óvatosan kéne leengedni a gépet. Oké, itt a garázs. Megyünk a garázsba. Na kapta a motor rendesen. Csak sikerült oda csapni. Keri, vagy mi. Diffive még csak-csak elmenne, de látszik. Muszáj lesz itt néha az összkereket bekapcsolni. Az meg elég sokat eszik. Meg ne dőljön nekem itt a kocsi. Még a lámpát egy picit hagyom, kiérek az aszfaltos útra. Oké. Ajjajajajajajaj. Azt mondja, 6-os szint még mindig, hát nem túl jó. Oké,
egy metált kell felvenni, és egy vörös porttal szerintem fel fog tudni jönni. Hogy megállt itt egy helybe? Mi történt veled? Hát nincs is rajta semmi súly. Itt már el kell, hogy menjen probléma nélkül. Hogy kell lenni az az összkerék? Az a baj, hogy így nagyon sokat eszik. Oké. Picit lassabb így a kocsi. Hát még automatán is elmegy. Legalább itt az aszfalton hasít, probléma nélkül. Na, egy kis összkereket csak berakok. Üdvözlöm a kedves két nézőt. Megy a fuvarozgatás, szépen lassan. Két. Azt mondja 40 liter, hát azzal már beérek a városba. Hoppá, 37, oké. Hogy állnak a pótok? Oké, ez irányba van, erre csak rá fog kellenem tolatni. Ez nem probléma, ez sajnos a scoutos pót. Erről le kellem szedni a téglát, és kell még egy helyre. Konkrétan a farmra. Egy gyors töltés. Hogy fogjon ebből is a benzin addig. Mondja, egy kis metál. Metál. Load. Oké.
Oké. Okay. Így a földön közelebb húzom. Oké. Okay. Ezzel meg kellene emelni. No, C-vel. Gyere feljebb, gyere feljebb, gyere feljebb, picinyem. Nagyon jó. Oké, pack, cargo, restore. Mehetünk is. Elnézést, még egy gyors tankolás, ezt a pár litert még feltöltöm. Hát most hála az égnek, nappal fogok menni, valamennyivel jobb lesz így. Oké. Ó, megvan ezzel mi agon, ennek ilyen... Közel van, közel lesz a hátulja egymáshoz. Kicsit rossz lesz ezzel majd forogni. Egy pillanat. Oké. Most lesz a jó. Nem emlékeztem, hogy ez a hátsó kettő raklapnyi tégla az le van rendesen kötve. Na, egy laza összkerék, itt már azért lefigyel. Ahhoz képest, hogy annyi acél van rajta, eléggé jár a hátulja itt a kocsinak. Na, egy kis eső, már csak ez kellett ide. Hogy boldogítson engem. Jó, majd valahogy megpróbálom az úton tartani. Szegény Pacific meg el van ott a mocsárban, oldalra dőlve. Hát az nagy bukás volt, mocsárban feldönteni a Pacificet.
Még nem szólok semmit, ha valami dimbes, dombos, akármilyen úton sikerült volna oldalra állnom vele. Pont a legszarabb helyen. Oké, egy kis diffi összkerék, gyerünk. Összkereket kiveszem, mert zabálja a benzint. Oké, diffit is lehet kapcsolni egy pillanatra. Innentől picit ilyen lassabb lesz a tempó. Még automatára felrakom. Már azért mehetek rövidítésen is. Nem kell azon a hosszú útvonalon végig menni. Az összkereket kiveszem, a diffi az maradhat. Remélem kibírja itt az aszfaltos útig. Bizony, akkor ameddig bent van, addig hagyj menjünk így vele. Jó, automatára visszaváltok. Itt lesz valahol a kis letérőnk, ugye? Már itt nagyjából kézben van a térképem. Igen, itt jobbra. Mert azért a dipit azt bent hagyom. Így itt szépen elmegyek így lóba. Hoppá! Majdnem tönkre ment a diffi. De még éppen időben észrevettem azt, hogy ki kéne szedni. Ajajajajaj, na, újra meghúzta az oldalát. El ne borulj itt én nekem, te. Ez már itt az egyenes. Mindjárt ott vagyok.
benzinnel elég jól állok. Ez most így sokkal a jobb menet volt. Nem kellett akkora súlyt azért magam után vonszolni. Szóval nem kéne csapni itt a sziklafalhoz a dolgot. Oké, akkor le kéne rakni az alapanyagot. Lehetőleg úgy, hogy ki is tudjak majd utána itt fordulni valahogyan. Oké. Micsoda? Drilling spare part kér még ide 4 darabot. Normális ez? Metal. Azt mondja, drilling spare part. Ezt meg van a nyavajában fogok neked majd itt szerezni. Az... furcsa, nem írja a küldetés. Csak a benzint kéri. A nyavajás. Ezt a harmadikat már nem tudta oda kiírni. Oké, azt mondja, hogy az meg ugye a beton lesz, ugye? Nem. Bricks. Oké. Global map. Várjunk. Menjünk ide. Mit kér ez most én tőlem? Azt mondja, drilling. Itt se látok. Ez vehicle oil service metal. Oké, egy pillanatra meg kell néznem valamit. Oké, a drilling spare part az consumable, úgyhogy ez a farmról fog kelleni. Azt mondja, hogy a global map. Tehát úgy jelzi, hogy consumable, hát gondolom akkor innen kell felhozni. Mert most még egyébként a misodát kéri, hogy azt rakjon be. Hát megpróbálhatom még ide ráhúzni maxa. Maxa cuccot, hogy mit fog mutatni. Én ezt ide kitolom. Pozícióval állna be a kamera. Jó.
mondja, hogy... Hát nulla. Nem, akkor mindenképpen az fog kellenem behozni először. És azért meg le kell mennem a farmra. Ezt meg igazából vincsen, majd be tudom húzni. Nem probléma. Gyerünk ezután a konzuméből után. Hopp, egy picit kapta a felfüggesztés. Na, megint. Ezt nem értem, hogy miért nem írja akkor ki rendesen a küldetésbe, hogy kell a cucc. Mindegy. Kéri, akkor lehozom. Óvatosan itt ezeken a köveken. Állok, 1:20 az idő. Hát még remélem, hogy ezt a küldetést be fogom tudni fejezni. Hol megyünk? Itt megyünk egyel tovább. Kis összkerék. Itt meg mehet lóba, meg a ló és a diffi szépen, majd az felvisz. Ugye? Jó fele jövök? Jó fele, oké. Egy kis összkereket még nyomok. Ez így csöppet megeszi a benzint. Picit befulladt a járgány. Hoppá! Nem bírta a diffi. Most akkor visszarakom. Vagy húzza. Thank you.
Hát kéne rá az off-road abroncs nagyon. Azért itt ezen a sáros részen is elég jól mehessen. Hát, tehát megy, de azért erőlködik. Még úgy is, hogy csak így simán csak egy üres pótot húz maga után. Lassan. Itt is sikerült a platót oda koccolni a villanyoszlophoz. De legalább a gép nem sérült meg. Most tetszik ez a fuvarozgatás, meg minden. Jók lesznek ezek a fő küldetések is. Nem lesz ez annyira vészes, csak hát ugye az, hogy ez egyedül játszik az ember. Akkor bizony picit idő igényes. Hoppá, a dipit azt ki kéne venni. Jó, és be tudok menni egyeneset szépen a farmra. Bizony. Akkor ha jól néztem, ez konzuméből, ezt elvileg itt tudom felvenni. Viszont úgy kellene beállni, hogy ugye egyből a pirosra is fel tudjak majd pakolni. Azzal meg így oldalra kéne. Valahova ide. Oké, ment a diffi. Hát ide kell az összkerék is. Akkor viszont átrakom automatába. Oké. Ez itt jó lesz. Oké, detach. Ugye egyszerűen csak vissza kéne ide tolatni. Szépen finoman. Ajajajajaj. Valahogy azért stabilabb pozícióba kéne állítani. Arról sebit. Nagyon áll ez így, nem? Attól félek, hogy ki fogom nyitni a... Oké, fogjuk rá. De ez konzuméből, ez nem jó.
Ez nem jó így nekem. Vagy akkor ezt itt nem lehet felvenni? Azt mondja, hogy... Na de ez is csak konzuméből. Részleb. Ezt kraftolni kellene? Egy pillanat, mi? Oké, tehát azon nem látom, hogy hol a cucc. Ez nem kraftolható. Semmi. Az ikonoknál se látom magát az anyagot. Tehát most hol a túróban van akkor? Nem értem. Hogy arra jelezte volna a tankot? Hát mindegy, ez most, ó, ez betett nekem rendesen. Oké, 3800-ért, 420 pontért. Azt mondja, 2 tégla, 2 fa és 1 metál. Azt mondja, és kellene vinni hova, hát. Tégla az van. Tégra van, metál farmra. Ide kell lehozni a farmra a cuccot. Oké, tehát be kell menni a városba, mert az összes cuccot van hozzá. Unload cargo, de ez most nekem nem kell. Az egyes meg úgy, ahogy van, lényegtelen. Ez konzuméből. Ez csak sima konzuméből. Ez nekem nem kell. No. Ja, el kéne ezt csukni. Na mindegy, majd megnézem, hogy ez akkor ez mi akar lenni.
Ja. Lóba vagyok. Szóval akkor igazából csak fát kéne rakni. Ezt elhúzom magammal. Ugye a téglát azt mondjuk scoutos póton van. Hát mondjuk felpakolom rendesen, nem fogom azt a kis pótot most vincsel magam után rángatni. Tégla, nem lesz ez így jó, így is úgyis kétszer fog kellenem kerülni, nem jön össze. Hát akkor mégiscsak az lesz, hogy vincsel hozom a scoutos pótot magam után szépen. Tégla az megvan. Hopp. A fa fog kelleni először, a metal meg mehet majd hátra. Azon gondolkozok, hogy át kéne menni majd a másik mapra megnézni, hogy hát ott van az a... az, amit kér. Ugye a Penta Factory. Igazából azt majd én megnézem magamnak. Tehát igazából a legkönnyebb megoldás az, hogyha kikeresem magát a küldetést, a YouTube-on megnézem, hogy mi a helyzet vele. Először megyek, megtankolok. Legyen tele a cucc. Addig is legalább ürül ez a tartály itt. Viszont ez meg van fordítva. Majd fogunk itt akkor forgolódni egy darabig. Oké, azt mondja a refuel. Na most hol a túróban vagyok? Oké, elnéztem az egészet egy menettel.
Benéztem egy fordulót, sikeresen. Jó, hát akkor itten le. A villanyoszlopot azt ki kéne kerülni azért. Na, itt kellett volna lefordulni. Mindjárt tönkre megy a felfüggesztés, annyira pattog itt a kocsi. Oké, meg kéne ezzel valahogy használni parkolni, legalább itt van világítás. Valahogy így itt jó lesz szerintem. Oké, azt mondja C. Itt fát lehet. Nos felrak, nem rakta fel. Oké. Óvatosan ezzel. Simán csak oda lódolom. Jó, ez itt a ditács. Ezzel meg itt szépen ide betulatok. Így. Oké, ezt aktiválni lehet. Erre felemelem, gyerünk, már forduló. Oké, kövével kéne fordítani egy picit. Fordul az lassacskán. Jó, megvan az. Oké, jó lesz ez is így. Oké, azt mondja, ezt restore-olni lehet. Jó.
Jó. Back cargo. Oké, kettő fa megvan. A metal az jöhet előre. Jó, nagy kerülő, mert nem fog tudni befordulni. Célt azt magamhoz veszem, és a vincsel meg szépen majd a scoutos pótot fogom húzni magam után. Úgyhogy így az egész cuccot így tandembe be fogom tudni vinni. Oké, egy kis összkerék itten. Az istenit ezzel a váltással már felfele. Veszem az összkereket. Jó, megy így is szépen magától. Azt mondja, hogy... hogy kéne ezt megcsinálni? Oké, ezzel kvázi kijövök ide. Aha, csak pont fordítva kellett volna. Oké, na. Na itt a pad. Fel ne borítsd, fel ne borítsad. Ez isteni. Ó, hát ezzel most itt jól beálltam. Meg kéne tolni ezt itt hátra. Hát öcsém, azért se úgy fog fordulni, ahogy én szeretném. Na mindegy, erre itt meg tudok vele viszont fordulni. Mindegy. Akkor majd máshogy fogom kitalálni a dolgot. Nem húzom itt feleslegesen az időt. Itt tartsuk meg, kijövök tolatva. Szakasztom, pár kört is fogok tenni. Hogy ez itt jó legyen. Kéne valahogy
Állj, most húzzad be nekem, légy szíves a végét. Így. Jó, errel fel. Mindjárt össze lesz hozva a dolog. Oké. Okay. Cével emelek a magasságán. Lényeg, hogy rajta van. Restore pack. Kéne hozni így a kombojt valahogy. Az Isten, itt el ne menj, jó. Oké, egy kör. Felcsatolom vincsel a téglákat. Lesz még egy kör akkor. Nagyon remélem, hogy nem fogunk sehol se feldönteni. Közelebb kéne valahogy húzni. Jó. Ez nagyjából így elég is lesz. Hát egy gyors tankolást. Refuel. Szépen lassan meg lehet indulni. Oké. Ajj, hoppi, 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 ácsi, ácsi, ácsi. Back. Nagyon remélem, hogy a hátulját nem fogunk sehol se elhagyni. Óvatosan vezetek legfeljebb. Amit egyből berakom, be is rakom így lóba a cuccot. Legalább itt a városban. Oké, szépen lassan. Nem fog ezzel sietni. Nem van minden, fent van minden, jó. Annyira féltem azokat a téglákat ott hátul. Valahol majd el fogom őket hagyni.
előttem, így valószínűleg már itt a folyónál fog egyet borulni az egész, ha nem fog vigyázni. Oké, lassan jöhet az összkerék. Van mind a kettő, remélem. Majd mindjárt itt a fény alatt meg. Ó, öcsém, egyet elhagytam. Több mint valószínűleg nincs lekötve. Szuper. Akkor egyet vissza fog kellene jönni. Hát még megvan, az az egy. Azzal a probléma nincs. Egyet elhagytam, azért vissza fog kelleni menni. Nekem mondta rá, hogy ott a vízbe hagytam el valahol. Vagy a városba. Valaminek neki csaptam ott a pótot, azt hallottam, hogy recsent akkorát. Kell. Hoppá, na a dipi az majdnem bemondta itt a unalmast. Éppen, hogy még rajta van úton. Na, be fogom tudni legalább azt az egyet hozni. Nagyon óvatosan. Azt mondja, hogy unload. Ja nem, metal kell én nekem. Unload.
És a brickset, meg a brick, a téglát még nem fogja hagyni. Nézd meg a szemét. Oké, akkor olyat csinálunk, hogy ezt errel szétszerem. Oké, ezt fel fogom magamra mindjárt pakolni, leadom ezt az egy raklap téglát, a másikért meg vissza kell ugye mennem. Na, olyat csinálunk akkor, hogy aktiváljuk. No. Oké, erre ott felemelem. Azt mondja, hogy vitacsollom. Meg kargó. Ebben kisebb kerülő. Oké. Okay. Kell még az az egy tégla. Vajon ez itten meg fog sérülni? Nem fog megsérülni tőle. Oké, vissza azért az egy tégláért. Mondjuk örülni fogok, hogy egy 2-3 küldetést meg fogok tudni egy-egy streamben csinálni. Ó, na itt kaptam motor rendesen. Majd még itt átnézem, hogy hova kell még esetleg varozgatni egy-két dolgot. Gyárunk, hát 2 óra. Még egy küldetést legalább biztos, hogy be fogok tudni vállalni. Remélem, hogy az legalább meg is lesz. De nem bírja itt a difi. Mi a baja neki? Na, vajon hol lesz? Itt nem látom. Ezt valahol akkor a városban hagytam el. Mert itt azért nem akkora a sodrás, hogy elvigye.
Oké. Valahol a városban hattam akkor el. Szerencsétlen. Oké, az árokban azt nem láttam. Ott van. Oké. Itt a hotel előtt megpihent a kis nyavajás. Emelünk rajta. Még egy picit. Gyere, 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 gyere. Oké. Azt mondja, back. Pisztor. Lükferc. Gyerünk a farmhoz nagyon gyorsan. Elhozom azt a vörös pótot. Utána. És még egy küldetés legalább, azt nézek. Hát ugye, ami jó pénzt hozna, az ugye a rönkszállítás, csak hát arra kéne még gép is. Vagy speciál kamionom az van. Még oda is tudnám vontatni, vincs segítségével, az nem probléma. Viszont ugye a felszerelés az. Tehát néztem a külön a fa rönkre a pótot. Hát az valami iszonyat drága, 11 vagy 14 ezer volt maga ez a különálló pót. Ugye lehet összerakni egy olyat, ami hát igazából csak ilyen váz, tehát hogy mondjam. Ami nem igazán egy pót, csak egy ilyen cső. Ugye két részből áll, egyet hogyha fel kell tenni magára a kamionra, mind itt a rakodókar van. És igazából csak egy ilyen plusz ilyen tartó keret van magához a kocsihoz erősítve, és igazából azzal is lehet szórakozni. Ez egy kicsit ilyen primitívebb megoldás, de aztán olcsó valamennyivel. De hát az még azért egy picit odébb van. Először ezeket az egyszerű kis lóti-futi fuvarozós küldetéseket akarnám megcsinálni itt a főszálon is, hogy legyen azért valami pénzem is. Be kéne jönni a kamionnal is a tajgával a garázsba. Hát, ha tudok azon picit javítani. Oké. No, 3800. Azt mondja, 7000 jelenleg a keret. Lehet kéne megnézni, hogy
Globál map, egy pillanatra, nem. Itt nem tudom, ugye? Hát nem nagyon tudok olyat nézni. Oké, azt mondja, te essential. Na, ide kell benzin. Farm. Viszont Smithfield-re kéne vinni. Tyű, ha az anyját. Tehát tégla az van ott, viszont ha jól tudom, global map. Menjünk ide át Smithfield-re. Azt hiszem itt is lehet téglát szerválni valahol. Hello, hello Pipi. Na. Ajajaj, na igen. Ott ugye olajat lehet, vagy benzint, elnézést. Itt lehet téglát felvenni. Oké, okay. Ez nem probléma. 4100, akkor ezt bevállalom, innen ugye majd fát fogok vinni. Csak úgy egyszerűen. És majd ilyen három külön kör lesz, nem fogok most pótot vontatni magam után. Úgyhogy ezzel mehetek vissza a városba. Hogy haladok? Most így a fő küldetéseket kezdtem el csinálgatni szépen lassan. Akadt egy olyan gondom, egy olyan alapanyaggal, hogy ilyen consumable. Vagyis, ó, de hogy consumable. De mi vagyok. Egy pillanat, mindjárt megnézem. Nem találtam meg a cuccot. Leszettem én magamnak ezt a kis ilyen crafting alapanyag menüt, vagy hát ilyen kis lapocskát, és ott van egy olyan, hogy drilling spare part, és azt a cuccot nem tudom, hogy azt hol fogom beszerezni. Hogy az mi a fene akar lenni. Ez consumable cucc, és az elvileg a farmokon szok lenni, azt jelöli úgy consumable-nek, vagy hát most így hirtelen nem is tudom. Mert a drilling equipment, azt tudom, hogy az fúró, vagy valami van a fúróval kapcsolatos. De hogy ez a másik, ez hol lesz, vagy hol se lesz. Most majd úgy is megyek át ugye a másik mapra, ott még meg fogok állni egy helyen, hát ha majd ottan meg tudom nézni, hogy esetleg be tudom-e ott szerezni. Nem a pót kell én nekem, hanem a tajga. Légy szíves. Hát akkor majd így. Nem, az ott van. Chevrolet, vagy Kodiak. De ott tajga. Jó, ezt be kéne hozni a garázsba. Még egy gyors tankolás. Ugye, mert itt van egy üzemanyag tartály, azt le kéne adni, csak az meg tömve van benzinnel. De amúgy gondolkoztam, hogy nem ilyen a... Mert ezt a faktoriba kellett ugye felvinni. Téglát kért, meg acélt, azt már felvittem. És igazából 4 darab konzumébőlt jelez, de igazából csak azt a nagy militari zöld tartályt
kértem még oda a küldetést, azt felvittem. Lehet, hogy oda kellett volna vincsel húznom ugye a leadási ponthoz, aztán beadta volna a cuccot. Hogy lehet, hogy arra gondolt így konkrétan a játék. Oké. Lehet, hogy az lesz az a drilling spare part, amit oda kér. Majd mindegy, azt megnézem. Most egyelőre beviszem a Taigát a garázsba még gyorsan. Egy-két alkatrészt összeszedtem a Scout-tal. Hát, ha tudok rajta valamit javítani. Meg legalább megnézem, hogy hanyas szinten vagyok jelenleg. 6-ossal kezdtem, a 8-as kellene. Úgy Isten igazán, hogy az offroad gumik meglegyenek. Oké, hát mondjuk ez megy rendesen. Oké. Szíves. Automatára, gyerünk. Jó, kint van, egy picit bebukott itt a vízbe nekem. Ezt most így... Nagyon jó kis kamion. Hát szeretném ezt meg akarnám tartani. Akár hogyan, mert van benne erő. Már így is. Ezt jó volna megtartani. Oké. Nem akarom nagyon összetörni. Ugye most azért is viszem be a garázsba. Hát, ha van rá valami jobb cucc, meg kéne emelni az alját, az még talán meg sincs emelve. Kereket cseréltem rajta. Azt hiszem az volt az egyetlen. Van benne erő. Szépen elmegy. Na, kéne jönni itten a nyomvonalból. Na, mász ki, légy szíves! Szuper! Na, csak áttértem. Hát az offroad kerekekkel, meg egy kis emeléssel, alváz emeléssel, az hasítani fog. Hop, 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 hop. Hát mondjuk egy vízipipát azt rakok rá.
Az a lényeg, hogy megy. Vigyázni kell vele, nehogy felboruljon vele az ember. Na nézzük. Menjünk így sorba. Oké, motor az semmi. Sem váltó, semmi. Emelni tudok rajta, azt mindjárt rá is nyomom akkor. Oké, kerekek vannak rajta, ez a highway. Ez viszont nem nagyon ér sokat. Ezt rá tudnám rakni. Most egyenlőre nem nagyon akarok feleslegesen pénzt költeni. Hú, 3600 a piparé. Ez 7500, ez az emelő. Ajajajajajajaj, ezt így nem. Ez 6000-be kerül. 7900. Hát ide még fog kelleni összeszedni egy kis pénzt. Jó, ez elmegy a régi is azért, mert azokon a gumikon nem probléma. Oké, egyelőre ez maradhat itt. És hú, hát ott szint. Oké, nem sok kell, hogy ugorjak a hetesre. 1500-at kéne összegyűjteni. 1320 meg már van is. Jó. Azt mondja, akkor gyerünk ide. Lehet, hogy volt hozzá jobb motor, csak most nem nagyon akarok feleslegesen pénzt költeni, ha nem muszáj. Most igazából gyűjtögetek. Az a baj, hogy a... Jaj, melyik volt az? Most nem jut eszembe a neve. Ugye a Pacific, azt nem fogom tudni kihozni, azt mindenképpen ki fog kellenem ugye automatán spónoltatni a garázsba. És az 8000-be kerül. Kerek 8000, úgyhogy még egy 1000-est össze kell arra szednem, hogy azt ki tudjam onnan hozni. Már még ha meg is venném a darut, az olyan mocsaras, instabil talaj ottant, én nem merek bemenni azzal a naddög daruval oda és megpróbálni kiemelni. Egy az. Kettő, így is a darura elmenne. Szintúgy egy 8000. 7900 volt a daru, ha jól néztem. Vagy 6000. Hogy így is úgy is rámenne a pénzem. Akkor meg egyre megy. Inkább azzal játszok így a biztosra. Na, gyere ki ide a szélére. Aztán majd fejleszgetni ráérek szépen lassan. Mondtam, hogy majdnem levettem a fát, de sikerült a másikat levenni. Csak azért is. Igen.
Hát picit pénzhiányban vagyok. Egyébként van egy kamionom, mázi, az fel van borulva. Azt még talán be tudnám hozni, ugye azt a dög nagy hosszút meg ugye lent hagytam. Azt nem hoztam tovább. Sajnos, hogy egy kamiontól kvázi még meg tudok válni. Olyan nagyon muszájba kellene. Szerintem most ugye a fő küldetésekkel meg fogunk tudni magam úgy szedni, hogy amúgy probléma nélkül meglegyen. Vissza kéne töltni. Megyünk úgy, hogy először a fotelep. Felveszem a fát. A városban gyors tankolás, és az egyik tartályt elviszem magammal. A szomszédos térképre, úgyis oda fog kellenem menni. Igen, ott már voltam, azt bejártam. Hála az égnek. Kicsit ott már igazgattam ott a kis scoutos benzines tartályokat, meg hasonlók. Ott hattam Izlandon azt a nagy hosszú dögöt. Azt kéne, hogy megtankolni, meg megjavítani, de azt be kell vontatni. Sajnos, úgyhogy arra mindenképpen fog kelleni a Pacific. Hogy azt be tudjam hozni a garázsba. De most ezt a küldetést még megcsinálom, ezt a Essential-t, akkor az ad még 4800-at. Úgyhogy marad is némi plusz pénzem. Meg fogom tudni csinálni azt, hogy kihozom a mocsárból 8000-ért. És amúgy azzal, mert akkor úgy helyben is vagyok. Ugye Izlandra egyből tudok vinni egy nagy pótot, ami meg van rakva 5 darab raklapnyi fával a hidakra. Ezt meg ugye tandembe mögé kötöm szépen. Átviszem eztet is, ez meg olyan rakodóként meg fog felelni, és úgyis Drummondra is át fog kellenem menni, ott is van 2 híd. Azt is meg fog kellenem ugye csinálni. Mondja, hogy ezt aktiváljuk. Vissza kéne a fa. Oké, erre egy picit emelek. Oké, no. Itt megdőlt az oldala, nagyon gyorsan rakok bele valami súlyt. Ja, hogy akkor nem muszáj behoznom, ha már van ottan Izlandon egy ez a szervizes kocsi, akkor igazából, ha azt megjavítom, meg feltöltöm benzin, akkor igazából a change truckkal át tudok ülni vele, és akkor ez fasza lesz. Oké. Okay. Majd a Pacific-kel úgyis. Oké, okay, ezt ki kéne oldani. Remek. Na, aktiváld nekem a kart még egyszer. Vissza, így ide.
Oké, benne maradt. Elhal az égnek. Azt mondja, pack cargo. Mehet a menet. Mindjárt rám fog megint sötétedni, aztán megnézhetem magam. Hát úr, az orosz régióban megveszed azót. Csak az a probléma, hogy Hárdon még az is pénzbe kerül, ha jól tudom, hogy ha így globálba mész, ugye nagy régióban át, ugye kocsival, akkor azért is fizetni kell. Ha jól tudom. Azt még mondjuk nem próbáltam egyelőre, hogy átmenni még egyelő másik mapra. Azon már mondjuk gondolkoztam picit előre, mert mondjuk felesleges, hogy... Hát igen. Igazából azon gondolkoztam, hogyha ezzel a pályával majd kész leszek egyszer, valamikor egyszer, hogy igazából majd melyik pályára menjek tovább. Ugye a Kanadában ugye az a jeges, illetve az orosz, Motherland. Hogy melyikre volna úgy jó átmenni, de ahogy elnéztem ugye a térképeket, az orosz pálya az nagyjából ugyanolyan, mint ez. Ilyen saras kvázi, úgyhogy ilyen offroad gumikkal működhet ott a nóta rajta. Olyat csinálok, hogy először is ebből megtöltöm magam. Vagy fogyjon. Oké, ezt meg elhiszem. Oké, akkor úgy csinálom, hogy... Most komoly, azért nem akarta... Elvincsen. 10-10 jobb, mint ezek bármelyiket. Elhiszem, hogyha... Hogy azért az sokkal a jobb. Lehet, hogy nem kellett volna az egész teli tartályt átvinni. Na most már mindegy, annyi baj legyen. Mert legfeljebb Izlandról lopok egy tartályt. Veszem az összkereket, a difilokkot bent hagyom, akkor nem eszik annyit az égnek. Na, gyerünk automatára. Oké, az nem rossz. Majd ha egyszer úgy leszek, hogy... ha szükség lesz esetleg átugrani egy másik régióba, egy nagyobb mapra,
akkor majd úgyis át fogok menni. Az úgy nem probléma. De azért itt még vannak olyan küldetések, amiket ezekkel a gépekkel is amúgy probléma nélkül meg lehet csinálni. Ezt a utolsó kommentet, ezt nem tudom értelmezni. Kicsit elírtad ezt. Fel streamet, elautózol vele. Lámpa. Na, az oké, hogy meg kell venni, csak nincs elég pénzem. Az a nagyobb probléma. És ugye itt sajnos az eladásnál csak fele annyi pénz jön vissza a kocsik árából. Ergo, hogyha 100 000-ért akarok venni egyet, ugyanazt a kocsit, 50 000-ért tudom csak eladni. Elég jó árban vannak itt a kocsik, csak sajnos a feléért tudom eladni őket. Ez a nagyobb probléma. Na. Ezzel majd valahova ide a garázs... garázshoz valahova beállok. Jó lesz, ez mehet detach-ra. Az mondjuk jó, ha mindent lehet hozzá kapcsolni meg rá. Az nem probléma, az akkor egy elég jó kis multifunkciós kocsi. Oké, kéne itt egy kis összkerék. Állok idővel, na. Hát úgy néz ki, hogy ez a küldetés, ez meg lesz. Ha, kéne egy picit itt menni jobban a szélére, nem akarok megborulni vele. Oké, majd valahogy így. Oké, tesszük a difilokkot, mehetünk itt szépen lóvon. Óvatosan. Itt azért egy picit könnyebben megy el, és időmérősre szerintem rossz pótot hoztam. Jöhettem volna nyugodtan egy egyszerű, sima vörös póttal is. Oda nézve, vincs nélkül problémamentesen át tudtam itt jönni. Oké, kiveszem az összkereket. Na,
akkor visszarakom. No. Nézd. Hát itt kívülre kellene, mert meg tudjak rendesen fordulni szépen. Jó, azt mondja, hogy megvan a kettő darab fa. Oké, a két tégla az ugye lent van. Oké. Hát kéne csinálni, meg kéne jelölnöm, hogy hova jövök. Itt van a kereszteződés. Kimegyek az olajért. Óvatosan, hogy te nagyon pörög a hasán, a kicsike. Nem kell sietni 100 000 alatt, mert az még a messze, mert távolabb van az az összeg. Egy kicsit. Nagyon remélem, hogy itt olajat nem lehetett felvenni. Nem csak téglát, meg konkrét szlebet. Oké. Okay. Jó, két raklap benzin az, az meg lesz egy-kettő. Hát 152 liter, majd visszafele tankolok. Na, itt van valahol a benzinkút. Meg is van. Aktiváljuk akkor. Oké.
Oké. Tupla V-vel ki. Nem vagyok rákötve, mi? Nem vagyok hát. Ez is isteni. Na végre. Fogjuk rá, hogy rajta van. Oké. Okay. Unpack. Nem. Még egy benzin. Megvan ez is. Oké. Okay. Na, oda néz itten. Van egy ilyen kis út, el is tudok itt jönni. Na, milyen jó kis fordulót raktak ide. Na, reggelre, ahogy nézem, meg is lesz itt a küldetés. Mindjárt töltök egyet. Ne kelljen üresen itt kóvályogni. Tartály kocsit azt azért nem kéne kivinni. Hoppá. Kézi ki. Teli tankkal, gyerünk tovább. Még itt is van három autómentős küldetés. Ráadásul javítani is fog kelleni. Azt mondja, 95.400. Az igen. Hát az még egy picit odébb van. Thank you.
Jó, hát az arra adok rendesen, meg van ez a nagy darab cat, nem tudom melyik season-ös pályán szintúr. Az is egy olyan gép, hogy az elmegy mindenhol. Olajnak már van itten súlya, itt a benzinnek. Ne szórakozz! Oké. Oké, megindult. Megfogta itt az orrát rendesen. Óvatosan. Hoppá. Igen, arra gondolok, sok mindent nem lehet ráakasztani. Oké, de elmegy mindenhol. Azért, hogy elég nagy dög. A főnök már korán reggel üti a vasat. Nem tudom, mit hallottam itt a játékban. Oké. Akkor már csak a tégla kell. Kettő darab raklapnyi tégla. No. Ó. Hát az nagy kár. Na mi van, picinyem? Lefulladt itt az egyenes úton. Nem volna ennyi kavics itt a szélén, meg a kerítés egy picit odébb lenne itt attól a sziklántól, meg itt oldalt simán megpróbálnék bejönni, itt jobb oldalt. Az azóval minden? Hát mondjuk arra nagyon mondják, hogy az nagyon jó kocsi. Én ezért szokom nézni, ha a SnowRunnerről van szó, a Stark Panzert, meg a Hackit. Na,
széles forduló a gáton. Kár, ha nincsen nappal. Akkor aztán nagyon jó itt a kilátás. Két oldalt a gátról. Éjszaka nem nagyon lehet sok mindent látni. Egyel tovább, oké. Ez csak itt a pótkocsiknak a garázs. Na, azt mondja, hogy... Le kéne itt most beállni, hogy ezt fel tudjam szedni. Oké, be lehet így is. Nem probléma. Stopp! Azt mondja, brick. Meg a konkrét slab van itt, nekem most csak a brick kell. Ezt aktiváljuk. Na, emeld meg. Na, erre kéne még fordítani egy picit, aztán közelebb kéne húzni. Oké. Jó. Pack meg unpack. Gyerünk a C-vel még egy téglát. Nem, erre felemelem, azt mondja, ezzel visszahúzom. Feljebb egy picit így. Jó. De kéne valahogy fordítani. Így is rajta marad, az a lényeg. Szuper. Azt mondja. Ezt csomagoljuk. Ezt össze lehet csukni. Kézít ki. Na, mindjárt fel is jön a nap szépen, úgyhogy így egyből kora reggel be is lett fejezve ez a kis küldetés. A játékban. Még egy szintlépés is ugye bele fog férni. Sajnos csak hetes. Hetes szintű. Ezek még mindig. Lassan itt egy picit. A World of Warships. Konzolon próbáltam a játékot. Nem azt mondom, hogy rossz. Csak ez a... Nem tudom. Ez a Game Pass-es előfizetés. Ha nem játszol mondjuk non-stop a játékkal, vagy valami, nem tudom, ez az 50 eurós, ami egy évre van. Igazából az a legtisztább, azt megveszi az ember, de
megint csak a kicsit így hébe-hóba bekapcsolja a... Megkapcsolja a gépet. Na, nem tudom mennyire éri meg. Igazából. Annyira én a... Game Pass-t arra gondolok, azt nagyon úgy nem... Nem szeretem, nem nagyon csipázom. Ajajajajajajaj. Ja, na ez lesznek itt gondok. Elég csak ezt itt irányba szépen. Na, lóba be kéne tenni, defeat. Oda nézd, meg sem mozdul a kicsi. Ezt a rohadt. Ha, na. Hopp, dudod. Oké, valahogy ki kéne ide jönni a szélére. Na, akkor így a farát meghúzom. Szállt a segít rajta valamit. Oké, megyünk szépen. A játék maga az ingyenes, de én úgy tudom, nekem konzolom van, Xboxon, viszont ott Game Pass-ben van. Vagy legalábbis amikor utoljára ránéztem, akkor úgy volt, hogy Game Pass-ben volt benne a cucc, úgyhogy ha nem volt a Game Pass aktiválva, nem volt előfizetés, akkor egyszerűen nem lehetett vele játszani. Nekem legalábbis azt írta ki. De hát az már 2-3 éve, hogy azt a játékot utoljára előszedtem. Na, lehet, hogy azóta valami változott. Oké, azt mondja, hogy akkor... Oké, 4100, megvan. Szuper. Térkép. Aha, itt van, most bedobta azt a küldetést. Na mindjárt visszamegyek a Global Map. Azt mondja Black River. Ugye ez a Pipe Dream, ez volt ez a küldetés. Mindjárt be is trekkelem. Megtalálom, hogy az melyikben volt. Itt van, Pipe Dream. A kettő tégla meg a metal az ott van, és igazából ez a nagy militaris cuccot is már ide vontattam. Tehát az is itt van már. Csak ugye ilyen konzum ezt a drilling cuccot kérte. Igazából is azzal akadtam meg egy picit. De lehet, hogy csak be kellett volna egyszerűen ezt a pótot oda vontatni. Mert itt a küldetésben ugye magát a pótot kéri. Igazából. Csak amikor ráálltam a cuccra először, mivel az volt felül, a tégla meg a metál alatta, akkor úgy gondoltam, hogy az az elsődleges cucc, hogy majd azt kell először bevinni. De nem fogadta azt úgy el. Amikor meg bevittem a téglát meg a metát, akkor még kérte ugye a unloadba ezt a cuccot. Hát majd valami lesz. Igazából. Oké, itt már több...
Mennyi pénzem van? Hát nem túl sok. Ez micsoda, azt mondja, konzuméből. Ez a városban lesz, ugye? Igen. Oké, csak ki kell szednem a benzint a pótkocsiból. Az nem probléma. És igazából ez is meg lesz. Ez 2800-at ad. Uha, hát ez 17 000-et, ez ugye ez. Rönköket kell szállítani. Szintúgy. Ez is rönkös. Ez meg a Lost Container. Oda kell leadni a warehouse-ba. Oké, az... Az mind szép és jó. Csak itt nem látom, hol tudom felvenni. Menjünk egyel odébb. Smithfield-en volna a cucc. Nem. Ez a drilling spare part. Ez az, amit nem találtam meg, és itt is azt kéri. Hogy ez mi a franc? Ez 1100-ért szintúgy. Mármint itt, hogy a küldetésre, hogy mi a... Nem a... Ezt abszolút nem találtam meg, belenéztem itt a... Itt ezekbe az épületekbe, hogy mibe hol van, meg mit... Miket izé lehet itt felszíni, hogy itt metal, service, konkrét, blokk, meg tégla van ittend, meg hasonlók. Itt a consumable van. Ugye annak jelezte, igazság szerint. Viszont... Szóval itt az ikonokat is nézem, de semmi olyat nem látok igazából, ami ugyanaz ikon lenne. Nem tudom. Még esetleg, hát, mert ide gondoltam, hogy esetleg itt volna lehet, hogy az a cucc. Ez itten szervizes. Csak nem mutassa azt, hogy például hol kell felvenni. Tehát nem látom kijelölve. Most vagy azért, mert fekete maga a terület. És azért nem mutassa. Na mindegy, ezt majd megkeresem magamnak. Most ezzel nem fogok itt szórakozni. Oké, ez mondjuk felborult. A scoutom az megint sikeresen fejreállt. Mentem ott a Watchtower-t felfedezni, azt valamire felakadtam megint. Óvatosan.
bele ne álljon itt az orra nekem. Hát itt ennek kéne jönni. Meg rosszabb esetben csinálok egy olyat, hogy nincsen itt, elsegítek egy picit. Rakományra. Oké, ez most visszavisz engemet Black Riverre. Global map. Ez csak a leadási pontot jelzi nekem. Missing container. A jó életbe. Na mindegy, ezt majd kitalálom, hogy ez mi meg hogy. Persze, hogy a felfüggesztésnek kapnia kell. Egyből. Smithfieldben van. Ha nézzük a mappot akkor. Hát itt vagyok Smithfielden. Szerintem több mint valószínű az a baja neki, hogy itt ez az egy watchtower, ez nincs felfedezve, és szerintem valahol itt lesz. Mert azt írja, hogy missing container, akkor szerintem valahova ide fogja berakni, just is a mocsárba. Ezt itt közelebb álltam, itt a falhoz, mint kellett volna. Gyors tankolás. Hát ebben még van benzin rendesen. Bal felső sarok. Akkor szerintem az a baja neki, hogy ottan... Hogy itt ez még itt relatíve sötét. Akkor az valahol itt lesz fent. Akkor nem mutassa, hogyha nincs felfedező a terület. Majd akkor elmegyek oda. Mit akartam? Black Riverben. Visszamegyünk oda. Ezt ki kéne hozni akkor. És az volt a mai terv. Hogy ezt kihozom innen a mocsárból. A legjobb helyen felbuktam. Oké, hogy oda tudok érte menni, az úgy nem probléma. Hát... Az itt csúnyán megjárta. Pedig már közel volt a cél. Itt volt a kocsi, ezt kellett volna kiszednem. És sikerült belemennem itt egy olyan gödörbe, hát azt gondoltam, itt egyenesebb a talaj. Aztán picit oldalra álltam vele.
Oké, recover. 100. Nem, 11.100 van jelenleg, hát abból most 8.000 elmegy, hogy ezt ide visszahozzam. Oké, nézzük a customize-ba, hogy van esetleg rá valami. Semmi nagyon, ugye? Viszont ezzel lehet fát szállít. Aha, és itt is van egy ilyen cucc. Ez 6000-be kerül. Hát majd valahogy megoldom. 3100 maradt jelenleg a számlámon. Azt akarnám megnézni, hogy... Állj meg! Oké, ez a... Ezt kapcsol ki a motorot addig, légy szíves. Hogy rálássak itt a cuccra. Nem ez kell, nem ez kell. 4300, ha jól látom. Nem, 4900. Ez a benzines tartály. Hát ez itt 14000, ez nem kell én nekem. Ezt keresem, hát ez is 14000. Úgyhogy nem vagyok előbbre. Ezek meg nem kellenek, ugye? Semmi lényegtelen. Oké, hát... speciál. Szerintem mára... amit én terveztem, azt össze tudtam hozni. Kimentettem ezt a nagy dögöt végre a mocsárból. Úgyhogy legközelebb ilyen kis hídépítés lesz. Úgyhogy viszem az egész bandát Izlandra. Van egy pótot, az meg van rakva 5 darab fával. Szépen azt fogom elvinni, illetve ezt a kis pakolós kamiont így tandembe behúzom. És addig majd ott fogunk majd tovább szórakozni. Pipi, köszi szépen, itt voltál. Köszönöm a tippeket. Tényleg. Nagyon hasznosak voltak. Jövő héten nem tudom, szeretnék egy picit Car Mechanic Simulatort is streamen, hogy lehet, hogy a hét elején majd az lesz. Egy ilyen két rövidebb streamecskét össze szeretnék belőlük is hozni, mert már régen játszottam azzal is. És elég jó kocsik jöttek be mod formában is. Ráadásul meg a Land Rover-t fogják most DLC-be berakni, amit én modként meg már kipróbáltam. Na mindegy. Jó éjszakát kívánok neked. Köszönöm a kedves nézőknek, akik betévedtek a részvételt. Jövő héten jövök vissza szintúgy. Jó éjszakát!